Ha egy igazán különleges rózsafajtát szeretnénk a kertünkben, hát akkor bátran ajánlom az Agkon nevezetű rózsafajtát. Ez ugye egy ilyen piros, kárminvörös teahibrid rózsa. Itt látjuk most hát legalább egy ilyen 4-5 négyzetméteren a kertészetemben csak ebből az Agkon nevezetű rózsából van. Egy nagyon keresett rózsafajta, nagyon sokat vásárolnak tőlem az ország minden pontjáról. Nagyon szépek a visszajelzések, tehát igazából a második-harmadik évtől kezdve már ugye ezt a 60-70 cm-es magasságát véglegesen és stabil, erős hajtásrendszerrel, ágrendszerrel eléri. Úgyhogy igazából aki ilyen Agkon rózsát vásárol tőlem, az gyakorlatilag már számíthat arra, hogy már abban a vegetációs időszakban is virágozni fog, hiszen már magánál a kiszállításnál arra törekszek, hogy lehetőleg bimbós vagy virágos állapotban lévő rózsát kapjon az, aki tőlem Agkon nevű rózsát rendel. Természetesen, hogyha éppen egy virágzási hullám végén vagyunk és vissza van vágva, akkor visszavágott állapotban kapja meg a kertbarát a rózsáját, viszont akkor a kertjébe küldetve gyakorlatilag 4-6-8 héten belül ilyen fantasztikus virágtengerrel örvendezteti meg a kertbarát tulajdonos. Hát igazából az Agkon nevű rózsának ugye nincsen illata, vagy nagyon gyenge illata van, de hát igazából nem az illata miatt ültetjük, és koranyártól kezdődően az egész szezonban végig június, július, augusztus, és aztán az őszi hónapokban is, aki jól tartja, és folyamatosan elvirágzás után visszameci, az gyakorlatilag ilyen fantasztikus virágerdőt képes alkotni ezzel az Agkon nevű rózsával. Hát természetesen lehet egy darabot is ültetni valami tűzőnapos, nagyon szép napfényes sarokba, vagy pedig adott esetben lehet vele ilyen foltokat kialakítani, akár 3-5 darabot rendelve egy nagyon szép foltot, és fantasztikus kérem, ahogy itt most épp a tűzőnapon vagyunk, most a tűzőnapon vannak ezek a rózsák, és most itt a tűzőnapon is fantasztikusan világítanak a nagyon szép szirmai, de különösen hajnalban, vagy aki későn kellő a szürkületkor nézze meg ezeket a rózsákat, szinte a fonák és a szilomnak a bájos játéka az folyamatosan visszaveri az egyre halványodó fényt. Úgyhogy egy nagyon szép rózsa, bátran ajánlom, hogy akinek még nincs ilyen, azt próbálja ki a kertjébe és ültessen.